Nagyon fura volt, hogy most mindenki itt volt a mai edzésen, mert ugye eddig nagyon kevesen tudtunk együtt dolgozni az Európa-bajnokság alatt. Mindenki kapott egy kisebb pihenőt, egy nagyjából egy hetes pihenőt, amit szerintem mindenki kielvezett és feltöltődve érkezett vissza. Nyilván most ez egy kicsit speciális helyzet, mert két napot tudunk együtt készülni a következő bajnoki mérkőzés előtt. Szerintem mindenki várta már, hogy most az EB utáni dolgok, főleg így, hogy kicsit megváltozott az eddigiekhez, hogy korábban volt a világverseny, ugye most több mérkőzés is fér bele, és szerintem már mindenki várja, és nem csak az, hogy egy bajnoki van már most szerdán, hanem utána egyből szombaton egy BL mérkőzéssel is folytatjuk. Viszonylag sokáig nem volt így együtt a csapat, pár ember tudott igazából együtt edzeni az elmúlt időszakban. Most szerintem arra kell koncentrálnunk, hogy ezt a két napot arra használjuk, hogy megint egy kicsit megérezzük egymást, hogy ki hogyan is mozog, mert azért hát több hét is kiesett, de azt gondolom, hogy a kemény védekezés és az abból fakadó könnyű gólok esetleg megkönnyíthetik ezt a mérkőzést a mi javunkra. Én nagyon remélem, hogy most is sokan ki fognak tudni látogatni, főleg így, hogy egy ilyen hosszú szünet volt, hogy ők is kíváncsiak továbbra is ránk, meg hogy ki vannak éhezve egy újabb mérkőzésre, és igazából túl hosszú utat se kell megtenniük, hál' Istennek, szóval nagyon bízom benne, minél többen látogatnak el és segítik a munkánkat.